Sziasztok, ez a Vétó, a Partizán politikai elemző műsora. A mai adás 21-én délelőtt vesszük fel. Az elmúlt két hét radikálisan más volt, mint az eddig a 14 éven megszokott események. Két hete lényegében a megszokott politikai gépezet nem úgy működik, mint általában, az ellenzék talán egy kicsit magára talál, és az emberek kicsit kijöttek abból a fajta, na most majd itt fogunk élni állapotból, ami az elmúlt pár évre, főleg a 22. évi vereség utáni időszakra volt jellemző. Hétfőn a Partizán stúdiójában Gulyás Márton vendégül látta a DK, az LMP és a Momentum listavezetőjét, illetve vezetőjét, és ott is az volt a kérdése hozzájuk, hogy most mi a teendő? Mit kell csinálni az ellenzéki pártoknak, hogy ebből a valóban látható, vagy vélt dűpöl politikai előnyt tudjanak kovácsolni? A mai napon az első visszatérő vendége a Vétónak, Tóth Péter kampánytanácsadóval fog beszélgetni erről. Köszönöm Péter, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a meghívást, szia Bálint, üdvözlök mindenkit. Szia Péter! A kegyelmi botrány, vagy pedofil botrány gyors vonatként forgatta fel az ellenzék és a kormánypárti politikát. Lényegében két hete máshol nem is szól a közvélemény, vagy is azt gondoljuk, hogy máshol nem is szól a közvélemény, mint erről a kérdésről, hogyan nem tud reagálni rá a Fidesz, hogyan reagál rá a Fidesz, hogyan nem tud reagálni rá az ellenzék, hogyan reagál rá az ellenzék. Az a kérdésem hozzád elsőként, hogy egy ilyen helyzet, és majd amikor meg fogunk nézni egy bejátszót is, van a politikai szakzsargonban egy olyan kifejezés, hogy October surprise, azért októberi meglepetés, azért, mert ugye Amerikában az elnökválasztás novemberben tartják, és azt avval élnek egy ilyen kifejezéssel, hogy októberben történik vagy olyan esemény, ami fenekestül fel tudja forgatni a választásnak az addigi menetét, a kampánynak az addigi menetét. Nézzük meg erről egy bejátszót, és aztán beszéljünk erről, hogy vajon ez a mostani helyzet egy October surprise, vagy októberi meglepetés, vagy valami egészen más. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleménye szerint Horn Gyula személygépkocsija a szemközti sávból mintegy 1,6 métert igénybe véve nagy sebességgel, fékezés nélkül beleruhant az ott műszaki hiba miatt leállított járműszerelvénybe. A hétfői utcrom után október 1-éről beszélt. Szerinte az a nap fontosabb lesz, mint egy önkormányzati választás. Orbán Viktor azt mondta, népszavazás lesz, ahol dönteni kell a szélhámosság és a felelősség között. Az emberek nem hajlandóak egy beteges, hazudozó, dilettáns csomagját elfogadni. Módszerük a botláson párhuzamba állítása a politikai teljesítménnyel, melynek egymáshoz az égvilágon semmi köze nincsen. Ha az a kérdés, hogy valakinek, hogy az ott látható ügyek azok magánügyeke, akkor szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy ez magánügy. Talós István a választás előtt azonban már lemondásra szólította fel a győri polgármestert. Ez védhetetlen, vállalhatatlan és méltatlan. Ez az ember méltatlanná vált. Háborúra ébredt Európa, több ukrán nagyváros lakói szó szerint bombák becsapódásának hangjára riadtak kora reggel. Oroszország több irányból szárazföldi és légitámadást indított Ukrajna ellen. Azt mondja nekünk a baloldal vezére, Gyurcsány Ferenc, hogy mi egy pocsék nemzet vagyunk. Ha nem küldünk katonákat, nem küldünk fegyvereket, ha nem veszünk részt ebben a háborúban, akkor mi egy pocsék nemzet vagyunk. Nagyon világosan meg kell üzennünk, hogy mi egy nagyszerű nemzet vagyunk. És ebben a háborúban is nagyszerűen állunk hely. Na, hát van itt minden Horn Gyulától Orbán Viktorig különböző időszakokban. Ha ránézel erre, mint kampánystratéga, az itt látható emberek hogyan kezelték ezt a helyzetet? Ezek valóban október szoprászok voltak, kevésbé meglepetések voltak. Kicsit beszéljünk erről, aztán majd térjünk rá akkor a Novák ügyre. Jó, hát hogyha a retrospektíve nézzük, de ez nyilván akkor is látható volt, itt a legérdekesebb a 2006-os események és történések, és hát Orbán Viktor azt akkor úgy tudta kezelni, ahogy ezt egy ambiciózus politikusnak kezelnie kell. Ugye átkeresztezte azonnal az önkormányzati választást 2006-ra egy népszavazássá, ami egy fontos tétel volt abban a tekintetben, hogy mobilizálni kellett a saját szavazótáborát, sőt akár még növelni is, és pozíciókat kellett foglalni a Fidesznek. Ugye ne feledjük, itt
2006-ban az történt, hogy 2002-ben elvesztettek egy választást, már hogy Megyesi Péter legyőzte ugye Orbán Viktort az országgyűlési választásokon, majd utána 2002 őszén az akkori önkormányzati választásokon, ma már kevesen emlékeznek rá, de úgy, ahogy ma narancssárgába borul az ország, akkor több pirosba borult, és gyakorlatilag az önkormányzati pozícióknak a jelentős része az a baloldali, balliberális oldal képviselőihez kapcsolódott. Ennek ellenére elkezdett 2002-ben építeni már egy hátországot Orbán Viktor magának, de ennek a hátország építésének egy jelentős lépése volt aztán később 2006 és az önkormányzatokban való szerepvállalás és a pozíciók megszerzése. És ezt azt hiszem, hogy megértette Orbán Viktor akkor, amikor népszavazásán húzta föl a 2006-os önkormányzati választást, és nem csak, hogy megértette, hanem utána élt is azzal a lehetőséggel, hogy annak is használta az önkormányzatokat, amire egy politikusnak nem szabad szégyellenie használni, hogy aztán 2010-ben a valódi országos hatalmat megszerezze. A Borkai ügyről mit gondolsz, és annak a kihasználásáról, hogyha ugyanilyen október surprise-ként nézünk rá, hogy a választások előtt történt egy olyan eset, amikor egy a győri polgármesterről egy az Adriai tengeren lévő videó. Ez tök érdekes. A Borkai ugye érdekes volt, és téged sokszorosan ismételve, akkor válik valami politikai hibává, hogyha azt kihasználják. Ezt egy hosszabb távon kell nézni szerintem, mint egy egyszeri választási esemény. Ugye a Borkai ügy nagyon későn jött a kampányban, egy másfél héttel a választás napja előtt. Nehéz volt rá reagálni. Ez segített bizonyos helyeken az ellenzéknek megfordítani választási eredményeket és pozíciók megszerzését. Ugye utána 22 beárazta, most a 2006-ot és 2019-et összhangban hozzuk, akkor utána a 2022-es országgyűlési választás beárazta, hogy ez mennyit ért ez a 19-es pozíciós szerzés, és ennek lesz majd egy további lecsengése most 2024 nyarán, amikor meglátjuk, hogy mit értek ezzel a politikai hibával. A Borkai ügy, az kínos volt a Fidesznek, de hogyha visszaemlékszünk még rá, Borkai Zsolt Győrben megnyerte azt a választást, és azt követően mondott le. Fontos dolog, igen. Tehát ez egy fontos, de talán kezelhető dolog. Apró karcolásokkal jár a Fidesznek, de nem olyan mértékben a szív csakrájába ütött be, mint ez a mostani Novák ügy. Miért a Novák ügyre beszélünk? Ugye volt 22-ben, ugye most ez két éve, hogy az ukrán háború kitört. Ez is egyfajta átrajzolása volt az akkori Fidesz kampánynak, ugye, és ők, ahogy ők reagáltak rá, arra mit gondolsz? Az ellenzék hogyan reagált rá, illetve hogyan reagált rá akkor Orbán Viktor? Ez is egy ilyen meglepetés, vagy egy ilyen kampányt felülíró helyzet volt-e? Inkumbensként mindig előnyben van azért részben, aki mondjam, jelentéseket olvas, látja a különböző... Akár rosszul. Jól vagy rosszul olvassa, de látja azt, hogy mi történik, vagy mi történhet a későbbiekben a világban. Hát előnyhöz tud jutni. Nem tudom, hogy mikortól volt sejtése vagy információja Orbán Viktornak arról, hogy Oroszország meg fogja támadni ilyen szinten Ukrajnát, ahogy megtette, de... Amikor kitört a háború, akkor borzasztó gyorsan tudott reagálni, és át tudott állni egy hadvezér üzemmódba. Meg tudta védeni Magyarországot, legalábbis a saját narratívájuk szerint ki tudott menni a határra, nézett a helikopterről katonai felszerelésben, tehát eljátszotta, el tudta bábozni azt, ami a szerepe kellett volna, hogy legyen ahhoz, hogy a magyarok úgy érezzék, hogy biztonságban vannak akkor, hogyha ez a kompetens vezető vezetné. Sokszor beszéltünk már erről a 22-ről, csak egy mondatot hagy engedj meg, hogy egy dologban hagy vitatkozzak veled. Igen, gyorsan tudott rá reagálni, de egy pár napnak el kellett tennie, amíg ők felkészültek erre. Emlékszel, az elején ott azért ott úgy volt egy ilyen útkeresés, de aztán ugye valamilyen úton lehettek a garast, és akkor azon mentek tovább. Az ellenzéknek az akkori vezetője pedig hát ezt a fajta stratégiai nyugalmat, vagy ezt a fajta levegővételt nem tette meg, hanem úgy egyből úgy, mint hogyha egy, ahogy ő akkor megszakadó volt, így ment be és mondta a saját maga. Fontos, amit mondasz, és fontos ez a dinamika is, meg hogy mennyi idő van reagálni valamire. Ugye ebben a mai világban, és hogyha most 2024-re megyünk vissza, szerintem az a 6 nap, amit a Fidesz és Orbán Viktor adott magának, az ellenzéke által jól kezelt szituációban az egy akkora idő, amit egy akkora nyitott ajtó,
amit ki kell tudni használni, és azon be kell lépni. Szóval a 6 napot nagyon nehéz várni. Ebből is látszódik az én felfogásom szerint, például a háborúhoz képest ez a mostani ügy a Fidesz tekintetében az egy sokkal súlyosabb ügy. Vagy egy sokkal máshogy kezelte. Na, és akkor beszéljünk akkor erről. Tehát szerintem akkor hogyan kerültünk ebbe a helyzetbe, hogyan kezelte Orbán Viktor ezt a hibát, vagy ezt a helyzetet, és hogyan kezelte az ellenzék, és mit gondolsz, hogy hogyan kellett volna kezelnie? Kicsit ez egy tág kérdés, de akkor kezdjük akkor az elejéről, jó? Szóval, hogy hogyan kezelte Orbán Viktor éppen a Fidesz ezt a helyzetet? Engedd meg, hogy még egy lépést hátra menjek, hogy miért keletkezett ez a helyzet. Tulajdonképpen azért keletkezett, mert az Orbán Viktornak a rendszere, amiben a kompetenciát, a lojalitás mindig le fogja győzni. És amikor... Ez mit jelent? Passzolás ki. Az, hogy ha valaki megbízható káder, lojális, akkor elnézőbbek vagyunk ahhoz, hogyha valamihez kevesebb tapasztalata, kevesebb tudása, nagyobb hibázási lehetősége van. Legalábbis elnézzük, amíg nem hibázik akkorát, ami már engem sért, vagy az én érdekeimet sérti. És amikor egy ilyen rendszer épül ki, és egyre ilyen kis gömböcként egyre nagyobbá válik, akkor abban mindig egyre nagyobb és radikálisabb hibák lesznek benne. Tehát azt ki kell mondani, hogy Novák Katalin köztársi elnökként is, bármennyire is szomorú ez a magyar nemzet vagy a magyar köztársaság szemszögéből nézve, ő Orbán Viktor köztársasági elnöke ebben a szempontból. És hogyha megnézzük Novák Katalin szerepét, és egyáltalán az egész pályafutását, akkor egy ilyen, bármennyire próbálják átkeretezni az ő szerepét, és bármennyire próbálták sminkelni az elmúlt években, azért ő egy ilyen viszonylag modernkori fideszes politikus, akinek az alaptézise a pillanat uralása, tehát a mögöttes kérdések, a tágabb és messzemenőbb kérdések a világ vagy a nemzet tekintetében kevésbé érdekesek, hanem akár még a jövő feláldozásával is a politikai Instagram figurává válik, és viszonylag kevesebb tapasztalattal került be ebbe a pozícióba, és megmondom őszintén, bocsánat, hogyha kicsit hevesebben fogalmazok a Novák Katalin kapcsán, de az a típusú mentegetés, amiben a Fidesz belekezdett már most is, és várhatóan a későbbiekben is ez fog történni, amikor lecsendesedik ez a botrány, az számomra egy ilyen undorító mosdatás. Tehát, hogy ebben a rendszerben, amiben Orbán Viktort kell kiszolgálni, ebben valójában nem politikusa, hanem másod, harmad, negyedrangú színészekre, meg színésznőkre van szükség. Erre degradálta le a politikusi szerepet gyakorlatilag Orbán Viktor, kevés kivételtől eltekintve. Ne feledjük, hogy honnan indult Novák Katalin még politika előtti pályafutása, hogy 2010-ben azt tudta leírni, amikor még nem volt politikus, és most próbálok akkor idézni, mert kinéztem, hogy azóta ugye levett korábbi blogposztjából, hogy én hálás vagyok a sorsnak, hogy nem a kényszer üldözel itthonról, hogy nem kórházi ápolónőként vagy pedagógusként élünk, röhelyes jövedelemből. Írta ezt a családjával. És ebből a karakterből kellett fölépíteni a családvédő, családokért mindent megtevő, az elesettekért, elesettek mellé sámlira ülő anyaszerepet, amit én nem tagadok, hogy sikerült. Nekem is nagyon sok ismerősöm mondta azt, amikor Novák Katalint jelölte köztársasági elnöknek Orbán Viktor, hogy az egy jó döntés volt, és hogy majd lássam meg, hogy mennyire jó lesz. Ugye az idő most mást igazolt, de ugye sok Novák Katalin beszédet olvastam most az elmúlt napokban. A pápa látogatáskor már azok után, hogy megadta ezt a kegyelmi döntést, azt tudta mondani a pápát köszöntő üzenetében, és akkor megint idézem a Novák beszédet: ma különösen oda kell figyelnünk a szükséget szenvedőkre, és nekünk magyaroknak a történelmünk ebben is adott csodálatos példát mutató szenteket. Később mondta, hogy Szent Erzsébet élete is igazolja, hogy a nők különös felelőssége rámutatni, jó kormányzás, irgalmasság, a kiszolgáltatottak iránti szolidaritás nélkül nem lehetséges. Ezt mondta napokkal azok után, hogy egy ilyen kegyelmi kérvényt aláírt. És azt se feledjük továbbá, hogy ha már a botrány kirobbanása utánról beszélünk, hogy mi volt az első reakciója, az első megszólalása. Az első megszólalásában azt tudta mondani, hogy minden kegyelmi kérvénynek az elbírálása az a természeténél fogva megosztó. Hát ez az, ami neki 3 nap után belülről jött, 3 nappal azt megelőzően, hogy azt tudta mondani, hogy
hogy lemond. És a lemondásról is beszéljünk egy szót. Miért mondott le? Azért mondott le, mert lebukott, és elküldte neki a sejem zsinort Orbán Viktor, aki az egyszemélyes főnöke. Őszintén szólva, egy közepes érzelmi intelligenciám, és bocsánat, nem Orbán Viktornak van egyedül 5 gyereke, nem Novák Katalinnak van egyedül 3 gyereke, én is 3 gyerekes édesapa vagyok, nem csak a Fidesz oldalán vannak szülők. Egy közepes érzelmi intelligenciával rendelkező szülő egy ilyen esetben, hogyha rájön arra, hogy mit tett, akkor neki egy őszinte megoldása tud lenni, meghívni egy asztalhoz azokat, akiket megbántott, azokat az áldozatokat, meghallgatni, hogy mi történt velük az ő életükben, a szemükben nézni, és őszintén elnézést kérni tőlük, és majd utána nyilván lemondani, vagy már azt megelőzően. De hogy ezek, szóval, hogy ebből, ezeknek a hiányából, vagy ezeknek a meglétéből érzem én azt, hogy ez inkább a politikai színjáték része. Bocsánat, csak egy mondat, vagy kettő. Az egyik az, hogy nem csak szülőknek, hanem bárkinek szerintem ez a szerintem ebben itt nincs különbség, itt ez, hogy kinek hány gyereke van. Ebben ez van az egyetlen egy járható út. A másik pedig az, hogy, és akkor itt kérdezem tőled szakmailag, a Fidesz hogy kezelte ezt a helyzetet, végigmenve akár, hogy te hogy látod, illetve az ellenzék hogy kezelte ezt a helyzetet, illetve hogy ha most ez így van, ez a helyzet, és kicsit én úgy érzem itt most így a második hétnek a közepén, amikor így ez a dolog így ránk robbant, hogy már ez a robbanás már nem erős, mint amilyen volt, hanem szépen lassan így kezd így elcsöndesedni, hogy hogyan lehet, szóval mi ebből a tanulság, arra nézve, hogy hogyan lehet politikát, vagy akár kampányt csinálni ebből a kérdésből, mind a két szereplőnek. Arról ugye már beszéltünk, hogy volt egy 6 napos nyitott ajtó, amit ki kellett volna használni. Ami példátlanul hosszú, ugye? Abszolút. Vagy legalábbis egy ilyen típusú szituációban, ami ennyire éles politikai... miért hagy nyitva a 6 napot Orbán Viktor vagy Rogán Antal? Mert őket is nyilván váratlanul érte ez a dolog, vagy igen, vagy nem, de tételezzük fel, hogy váratlanul igen. Érte, és hogy meg kellett találni azt a megoldást, mert hogy ez egy védhetetlen ügy, nincsen rá megoldás, ki kellett találni azt a mondást, megmenthető-e a köztársasági elnök, ugye stratégiai nyugalom, hogyha visszatérünk, megmenthető-e a köztársasági elnök, ha igen, ha nem, be kellett jönni azoknak a méréseknek. Valószínűleg azért megtörténhetett az, amit soha nem fog kiderülni, hogy ebben a 3-4-5 napban visszanézték, kiboncolták a szálakat, hogy mi történt valójában ebben a kegyelmi ügyben. Ki beszélt, kivel, ki ajánlott, mit ajánlott, hol. Szóval végigmentek rajta. Végigmentek a lépéseken. Ez előírás, nem? Hogy hát, kell csinálni. Tehát itt van egy pedofil... igazgató, és annak egy helyettes, akit kegyelmet kapott, fölmentettek, de a pedofil igazgató, és egyébként a helyettese is, az egész ilyen válvölgyi, bicskei, felcsúti körben egy ismert figura, református, a kegyelmet kapott ember, sportszerető, a Fideszhez beágyazott olyannyira, hogy ha a választás.hu-ra bárki fölmegy, megnézheti, hogy 2002-ben a V. János egy olyan összefogás listáján volt Bicskén, amelynek a második helyén Tiborcz István bátyja, Tiborcz Péter szerepelt, és amely a Fidesz támogatásával akkor indult a választáson, és egyébként nyert is a saját önkormányzati egyéni választókerületében ez az ember. És magyarul akkor a Fidesz ezt ilyenkor átnézi, átgondolja, hogy hogyan kapcsolódik hozzá, és ilyenkor úgy feltételezzük, hogy akkor lépnek ebben a kérdésben. És akkor, ugye eltelt 6 nap, példátlan hosszú idő, én azt hozzátenném azt, hogy szerintem ez kicsit azért már a mostani 15 évnyi Fidesz rendszernek is szól, hogy azt gondolják, hogy 5 nap is, 5 napot tudnak így luxusban eltölteni, mert hogy nem lesz akkora ellencsapás a másik oldalról, most a másik oldalról az ellenzéket értek, hogy 5 napjuk is van ebben, és ugye akkor léptek valamit, ugye Orbán Viktor egy videóüzenetben üzente meg Novák Katalinnak, hogy akkor ő majd most akkor módosítja a saját maga alaptörvényét, és ugye innentől kezdve kezdtek az események picit felgyorsulni, Novák Katalin ugye elrepül Dohába, és akkor itt van egy helyzet, amikor visszatér Novák Katalin, pár napig megint nem volt itthon, és akkor jelenti be a lemondását. Ez szerinted hogyan kezelte szerinted így ezt a részét Orbán Viktor? Egyetértek abban, hogy a Fidesz nagyon kényelmesnek érzi a helyzetét, hiszen nincsen olyan ellenzék, amelyik
24 órán belül támadná, vagy azonnal megérezni a politikai vérszagot, amit egyébként Orbán Viktor. Szóval gondoljunk bele most visszamenőleg, aki még emlékszik rá, hogyha olyan ellenzéke lett volna Gyurcsány Ferencnek 2006 szeptemberében, hogy az ösztödi beszéd kiszivárgását követően 6 napig nyugodtan gondolkozhatna rajta, hogy mit válaszoljon erre, milyen válasz legyen. Abban nézzük végig, vagy emlékezzünk vissza, hogy mi történt a válság kirobbanását követő 6 napban akkor, és mi történt most ebben a tekintetben, ebben a szempontban. De Orbán Viktor megpróbálta lezárni ezt a dolgot, eltávolítani magától, és ezt nyilván úgy is kellett, hogy egyértelművé vált, hogy radikális lépéseket kell megtenni, ami egy nagyon fájó és mondjam, erős sebeket is ejteni tudó lépés, vagy megkart, ugye, és ő ebből abba szeretett volna átmenni, hogy ez ne legyen több, mint egy ilyen kis karcolása az egész Orbáni rendszernek, meg és imázsnak. Akkor, bocsánat, és akkor lemond Novák Katalin, Orbán Viktor pedig ugye tartott egy évértékelő beszédet, közben volt egy másik szál, sőt másik két szál, ugye egyrészt volt Magyar Péternek a elhíresült itteni partizános interjúja, plusz ugye Balogh Zoltánnak a szerepének a firtatása, aki hosszú tépelődés után, most idézőjelesen mondom, nem a püspökségről, hanem az egyháznak a vezetéséről mondott le eddig, és ugye Orbán Viktor meg a Fidesz ezen a szombaton lezárta a saját szempontjából ezt az ügyet. Vajon sikerült-e lezárni, és hogyha ezután az ellenzék hogyan viselkedett ebben? Jó, ugye Magyar Péter meg Balogh Zoltán neve nem hangzott el, hogyha én jól emlékszem vissza Orbán Viktor évértékelő beszédében. Nem bizony. Így kezeli Orbán Viktor ezt a két embert. Egyébként az is érdekes, ugye Balogh Zoltán annak az, amíg püspökké nem, a zsinati vezetővé nem vált, addig annak az alapítványnak volt a vezetője, amelyik Orbán Viktor évértékelőjét 20 évig szervezték, és hogyha visszaemlékszünk néhány évet, vagy visszanézzük, Orbán Viktor évértékelő beszéd előtt Balogh Zoltán mondotta akkoriban felvezető beszédet, és ő pedig még megalázóbban, vagy még keményebben van, miután próbált ellenállni egy napig, még keményebben van ejtve, mint Novák Katalin, meg Varga Judit, mert ő egy picit még ellen próbál tartani, mert talán még nem érzi az ő helyét ebben a rendszerben, vagy máshogy érzi a helyét a rendszerben. És akkor térjünk rá szerintem is az ellenzékre, hogyha megengedett. Bocsánat, még, tehát hogy magyarul a Fidesz most azt gondolja, hogy végül is lezárta Orbán Viktor ezt a szituációt, gondolom, hogy megállás nélkül mérik és szondázzák a közvéleményt, és azt gondolják, hogy most jön a következő fázis, csak hogy mi is játszunk el ebben a gondolattal, ami arról szól, hogy egyrészt ugye elmondta Orbán, hogy lesz egy újabb gyermekvédelmi törvényjavaslat, ami majd még szigorúbb lesz, és még keményebb lesz. Egyrészt, kettő pedig a napokban meg fogja mondani, hogy jelölni, hogy ki lesz az új közgazdasági elnök, és minden a NATO csatlakozását megszavazza Svédország, és minden megy a maga útján tovább. Na most, és akkor ebbe hogyan... Bocsánat, ehhez annyi van még szerintem, ami még egy kommunikációs technika a politikában szerintem. Ugye van ez az ügy, nyilván most ez a téma, erről van szó, ez kínos a Fidesznek. Átpróbálja keretezni magát a gyermekvédelmi kérdést is, erről már ti is itt ebben a stúdióban is sokat beszéltetek, hogy próbálja meg, hogy fogja össze kínos helyzetbe hozni az ellenzéket, hogy a gyermekvédelmi törvénybe hogy fogja összemosni és mivel. De szerintem van még egy dolog, ami szükséges a Fidesznek, hogy ugye a gyermekvédelmet, mint kérdést a következő 3-4 hónapban ezen a gyermekvédelmi törvényen keresztül neki meg kell fontolnia, hogy levegye a témájáról, a napirendről, mert van neki másik témája, van másik témája is a Fidesznek, ami ugyanilyen fontos, ugye a béke kérdése, a migráció kérdése, a no migration, tehát hogyha tud konstruálni a politikai propaganda gépezet, újra tud konstruálni egy külső ellenséget, amitől a egyszeri választó, aki a napjait érni és a békét keresi, le tudja fedni ezt az egész kérdést. Tehát
absztrakt kérdésé tudja tenni az egész gyermekvédelem, meg a köztársasági elnök személye, meg az egész még a gyermekvédelmi kérdést is, hogy ha az van, hogy most bejönnek-e a migránsok és megtámadnak minket. Akkor, ha jöttem, akkor te azt mondod, vagy azt gondolod, hogy erre fognak váltani, vagy erre válthatnak rá, hogy akkor lapozzunk egy másik témára át, amit jobban tudunk ilyen szempontból kontrollálni, vagy birtokolni, mert kevésbé vagyunk benne, hát érintettek. Ezt mondod? Én azt gondolom, igen, hogyha nem tudom, hogy mennyire lehet ez fantazmagória, de hogy van egy olyan most egy stratégiai van egy olyan lehetősége is a Fidesznek, hogy újra előveszi 2015-höz hasonlóan a migrációs kérdést, és azt tolja, és ugye ehhez az eszközei is megvannak. Jó, beszéljük az ellenzékről. Ők mit csináltak? Ők hogyan használták ki, vagy hogyan lehetett volna kihasználni? Az ellenzéki pártok számlájára lehet írni pozitívan, hogy valamit éreztek abból, hogy ez fontos ügy. Tehát valamit cselekedtek. Azt már nem merem állítani, hogy az ügy súlyához mérten cselekedtek, és hogy megértették gyorsan azt, hogy ez mekkora súlyú ügy a Fidesz szemszögéből, meg a Fidesz választópolgárainak a szemszögéből, hogy ez az elmúlt 14 évnek a legnagyobb csapása, ami a Fidesz identitás jelenti. Ugye, és akkor itt most szerintem beszéljünk egy picit narratíva harcról, hogyha megint hátrébb lépünk, hogy mi a valós narratíva a Fidesz és az ellenzéki tábor között? Ugye mind a két tábor jó és a rossz csatájába próbálja begyalulni a másikat, de úgy, hogy nincs eldöntve senkinél, hogy ki a jó és a rossz, hogy ki nem tudom, Voldemort halálfalója, és ki a nem tudom, Dumbledore serege, és hogy hol vagyunk. Mind a két tábor el tudja hitetni a saját nagyobb vagy kisebb bázisával, hogy mi vagyunk a jók, és te vagy a rossz. Most egy ilyen ügyben ez karcolódik meg. Itt eltolódik az irány abban, hogy mi ha rossz oldalon vagyunk, akkor lehet, hogy mi vagyunk a halálfalok, és hogy a másik a jó. Ezt kellett volna fölhangosítani és felerősíteni szerintem az ellenzéknek. Először is föl kellett volna mérni az ügy fontosságát azonnal, ahogy kijött ez az ügy. Szóval azt a hétvégét, hogyha van valamilyen titkos szignálcsoport a pártelnökök és pártvezetők között, akkor erről kellett volna beszélgetni, hogy ez mennyire fontos, hogy ebben a narratíva harcban milyen lehetőséget jelent és milyen veszélyt jelent ez a Fideszre, hogy kit és mit lehet támadni, hogy Orbánt kell támadni, hiszen az Orbán rendszere, Orbán köztársaság elnöke, Orbán kormánya, vagy Novák Katalin. Lehet, hogy Novákot, tehát azt könnyen lehetett látni, és ez nem egy ilyen retrospektív visszaemlékezés, hogy ebben, hogyha ez meg van építve, vagy támadva van, akkor ez annyira védhetetlen, hogy le fog kelleni mondani a Novák Katalinnak. Ez azon a hétvégén már, amikor kijött a botrány, ez szerintem ez látszódott, még hogyha nem is beszéltünk róla. Ugye ez egy teljesen egyértelmű üzenet, a pedofil mentő Fidesz, a pedofil mentő köztársasági elnökkel, és ugye ez nem az első ugye a Fideszen belül. Ott van a Nemzeti Földügyi Központ vezetője, aki tudom, Orbán Viktor osztálytársa volt, és akit eltávolítottak a pozíciójából, és hogy a hírek szerint őt is ezzel a típusú bűncselekménnyel vádolják, bár még ítélet nincs, de ott a Kaleta úgy, ott volt a fideszes alpolgármester Budapesten, 17. kerületben, tehát hogy ezek így megépülnek ebben a rendszerben, szóval ez nem egy ilyen egyedi kérdés. Mi a kommunikációs üzenet, hogy ezeket hogy tudjuk egymásra építeni, és hogyha értjük azt, hogy ez mekkora ügy, akkor ahhoz képest mérjük visszamenőleg, hogy mik történtek, hogy az egyik hogy nem összefogottan dolgozott az egész ellenzék, hanem az egyik az tiszteletreméltó módon macikat dobált a Sándor Palotához, a másik levelet írt a pápának, a harmadik százfős tüntetést szervezett, a negyedik egyébként az igazságügyminiszter felelősségét kezdte el boncolgatni, de hogy ez nem egy ilyen, ez nem azért volt, hogy osszuk le a szerepeket, és mindenki csináljon valamit, nem volt semmifajta központi összefogás, pedig ebben az ügyben én szerintem lehetett volna sokkal nagyobb kockázatot vállalni. Hogyha én ültem volna egy stratégiaasztalnál, ahogy nem ülünk, akkor az lett volna azonnal az első mondásom, hogy vállaljatok nagyobb kockázatot, hiszen ez innentől kezdve egy ilyen chicken game, vagy egy ilyen blame game, és azt kell mondani, hogy mi olyan választáson nem veszünk részt, amit egy pedofilmentő köztársaság elnök ír ki.
és ezzel lett volna érdemes, én azt gondolom, fölhúzni azt, hogy magamhoz vegyem az irányítást Novák Katalin szerepét illetően, hogy le kell-e mondani, vagy sem. A mai narratívában én szerintem teljesen egyértelmű az, hogy Novák Katalin lemondását nem az ellenzék erőszakolta ki, hanem Orbán Viktor váltotta le. De hogyha van egy ilyen típusú bevonzása vagy mondása az ellenzéknek, hogy mi most itt ebben, ez egy vörös vonal, és itt ez no-go, és akkor kockázatot vállalunk, és nem indulunk olyan választáson, amit egy pedofil mentő köztársaság elnök ír ki, akkor máshogy épült volna. Miért nem ez történt szerinted? Szóval, hogy kell ezt elképzelni, amikor jön egy ilyen ügy, ugye megkapja, mindenki elolvassa a hírekbe, a politika csinálók, vagy akik a pártokban dolgoznak, hogyan reagálnak ilyenkor szerinted, hogy nem az van, hogy közösen együtt, és abban a fajta tudás, ami együtt megvan, vagy meg lehetne, hanem mindenki elkezdi a saját maga ilyen pecsenyéjét sütni. Nem azért van, bocsánat, ez az én véleményem most nem a kérdésben van, mert hogy ők ilyenkor is igazából egymással versenyeznek, mert hogy ez egy egymással való versenynek a részével, és nem az, hogy akár kicsit hosszabb távon gondolkodva komolyabb ütéseket lehetett volna bevinni így a Fidesznek. De te is így látod? Abszolút egyetértek, és erre utaltam akkor, amikor arról beszéltem, hogy azokat a cselekvéseket, amiket különböző pártok különböző módon csináltak meg, abból látható volt, hogy az nem egy ilyen összehangolt és egymásra épülő dolog, hanem egymás ellenében. Azt néztük, hogy csináljunk valami mást, amit a másik párt nem csinált, tehát sehogy nem a Fideszt nézték, vagy a Fidesz utolérésének a szerepét. Ugye, hogyha ha kettővel vagy hárommal tovább gondoljuk, hogyha van egy ilyen típusú közös kiállásunk, utána mit lehetett volna még csinálni, hogy lehet tovább vinni ezt a típusú kommunikációs csatornát. De ugye erre mindig azt mondják, és akkor ha legyek ilyen, akkor most akkor az ellenzéknek az ügyvédje, már kevésszer voltam ez, hogy hát nincs elég erőforrásunk, a Fidesz propaganda az mindent letarol, szembeállunk ilyen Dávidként a Góliáttal, ha bármit csinálunk, akkor majd Kövér László elveszi a fizetésünket. Szóval vannak ezek a gondolatok. Az a kérdésem, hogy te tudod pontosan jól, hogy az ellenzék hogyan áll erőforrásba is, meg szellemi tőkébe is, meg hangulatba is. Ha te kaptad volna meg volna a feladatot arra, hogy felhívtél ezen 3-4 pártelnök, hogy akkor Péter, akkor mondd, hogy mit csináljunk, te mit csináltál volna ezekben a napokban? Ja, rövid beszélgetés lett volna, mert hiszen az érdekeikkel szemben javasoltam volna, mert ahogy te is elmondod, az ő érdekeik azok, hogy tudnak a kiskakasok lenni a szemétdombon. De miért van ez szerinted? Azért, mert mindenki egy teljes 100%-os kockázat kerülő üzemmódban van, hogyha föltesszük bármelyik pártvezetőnek, vagy pártszereplőnek a kérdést arról, hogy mi a fontosabb, az én pozícióm megmaradjon egy legerősebb ellenzéki pártként, vagy pedig nélkülem legyen egy kormányváltás, akkor mindegyik az elsőt választaná. De ezt már sokszor megbeszéltük, és ez egy lerágott csont, de sajnálatos okay. módon tehát mit csináltál volna akkor te? Jó, szóval, hogy egyfelől vagy ezt a két üzenet lehetett volna szerintem, ami egy komoly üzenete, és megmutatja a súlyát ennek a kegyelmi ügynek. Az egyik az, amit előbb említettem, hogy akkor abba toljuk bele az egészet, hogy a köztársaság elnök az védhetetlen, és nem a köztársaságot képviseli, ezért abban mostantól kezdve, amit ő ír ki, abban azt nem tudjuk elfogadni, és nem tudunk részt venni. Vagy pedig egy olyan hátralépést javasoltam volna az EP, egy olyan közös EP listát javasoltam volna, amelyikben a mostani EP képviselők és a különböző pártok EP képviselői vissza tudnak lépni, és egy szimbolikus, ilyen single issue EP listát, amiben mondjuk, ha a fantáziám nagyon elmegy, akkor fölhívom és megkeresem bizonyos pedofilia áldozatait, akik egyébként már többször szerepeltek is médiában, akik ezt fölvállalták, akik áldozatként itt, akik csak szerepeltek már, nem csak a Bicskei ügyben, hanem már korábban is ugye volt a Pető Attila, Hodász András, most neveket mondok csak, de ugye, szóval megkerestem volna, és kerestem volna, hogy egy ilyen szimbolikus figurákat ráteszek egy, bocsánat a figura kifejezésért, szóval szimbolikus embereket teszek föl, mondjuk egy olyan szakmai vezető vezetésével, egy Herzog Mária, Gyurko Szilvia, vagy bárki olyan típusú ember, aki a gyermekvédelem kapcsán
Tehát a szimbolikus térbe raktad volna ezt az egész abszolút, kérdést. És az első, és akkor azt mondom, hogy az legyen az ügyünk, hogy itt van egy pedofilokat támogató lista, és egy pedofilokat, pedofilok áldozatait védő lista szavazzatok, mert ennek az lett volna a lényege, hogy a Fidesz szavazóbázis, most politikai értelemben, bocsánat, szárazon politikai értelemben az lett volna a lényege, hogy a Fidesznek a szavazóitnak a szégyenérzetét megnöveljük, amivel a Fidesznek a szavazó táborát lehet csökkenteni, és hűteni lehet azt, ami van, de egyébként ennek szimbolikus üzenete is van, tehát ennek érzelmi üzenete is van, mert hogy szerintem tartozunk magyar emberként azoknak az áldozatoknak, hogyha már fölvállalták nyilvánosan azt, hogy bíróságra mennek, ott elmondják az őket ért nagyon-nagyon súlyos bántalmakat, hogyha a média elé ki tudnak állni, és ott tudnak beszélni arról, hogy velük mik történtek, akkor szerintem tartozunk nekik annyival, hogy ilyen szintre emeljük föl, nem csak politikai érdekből, hanem egyszerű morális érdekből is. És szerintem ezek az emberek nem tudnának kevesebbet tenni, mint amit a mai EP képviselők tesznek az ellenzéki oldalról. Ugye? És ezzel szemben történt az, a nagyon minimális buborék, hogy volt EP képviselő, aki a repülőtérről jelentkezett be, hogy ő mennyire sajnálja ezeket az áldozatokat, arról a repülőtérről, amit a magyarok 75-80%-a nem látott még, mert nem ült repülőn. Ez világos, és azt, és ugye akiről beszélsz, az Donát Anna, ugye, aki valószínűleg éppen odautazott, vagy visszautazott, és úgy érezte, hogy be kell jelentkeznie, majd még egyszer én vagyok megint az ő ügyvédjük. Ugye az látszik, és hogy kicsit aztán átkötve a nagyobb képre, hogy azért a társadalomnak egy nagy része, de inkább azt mondom, hogy inkább ketté választanám. A Fidesz szavazók nagy része nem érti, hogy mi történik, és nincsen meg nekik az a, még mindig az a mankó, amivel a vasárnapi ebéd asztalnál lehetne arról beszélgetni, hogy akkor most éppen hogyan tudjuk felmenteni ebben Novák Katalint, vagy akár Orbán Viktort. Ebben az ellenzék ugye szinte semmifajta mondása, vagy semmifajta gondolata nem, nincsen feléjük. De a másik oldalon az ellenzéki tömegben és az ellenzéki szavazóknál, és aki azért mégiscsak azért sok millió ember, még úgyis, hogy potenciálisan nem a Fideszre szavazók, akiben érezhető, hogy egy nagyon komoly düh kezd lenni, ami én úgy gondolom, hogy kétfelé választanám, vagy kétfelé szálaznám. Van egy olyan düh, amit érez Orbán Viktorral szemben, és az egész hazugsággal szemben, amit a Fidesz rendszer jelent, és amiben ez a Novák úgy azért valamilyen szinten azért egy ilyen, mondjam, egy ilyen virága ennek a hazugságnak, ha lehet ebből a képzavarral élni. És van bennük egy olyan düh, hogy tehetetlenek, mert hogy valahogy nem képesek az ő saját maguk dühét politikai cselekvésbe hát átalakítani. És itt jelentkeztek be ebbe az űrbe, ami szerintem magukra hagyatásban, illetve a, hát ugye nem foglalkozásban, ebbe az űrbe, ami teremtődött, itt jelentkeztek be az úgynevezett influencerek, akik ilyen politikai cselekvésbe kezdtek, vagy kényszerültek, én inkább ebből a kifejezéssel éljek, és ők rendezték meg ugye előző hét péntekre egy olyan tüntetést, ami én azért nem dimenzionálnám túl, mert azért, hogy mondjam, én kicsit hűtöm a kedélyeket mindig ebben, ezért elnézést kérek attól, aki mindig azt várja, hogy akkor a forradalom már ki fog törni, de mégis egy hatalmas nagy tömeg gyűlt össze, nem pártok által megszervezve, egy olyan tömeg, amit már régen látott Budapest, ahol is voltak beszédek, amik kicsit valamelyik politikai volt, valamelyik kevésbé, de hogy elvégeztek egy olyan munkát a politikusok helyett, amit nekik kellett volna elvégezni, és sajnos az történt, hogy kicsit, hogyha most, hogy azóta nem történik igazából semmi. Hogy az a kérdésem, hogy te hogyan látod, hogyan alakul ez a civil politikai cselekvés, vagy létezik-e ez a forrongó vagy szomorú düh az ellenzéki szavazókban, és mit lehetne velük kezdeni? Nem véletlenül Orbán Viktor az évértékelő beszédében a politikusok becsületéhez vagy lelkületéhez hasonlította Orbán Viktor, Varga Judit és Novák Katalin becsületét. Valahogy úgy fogalmazott, hogy a Novák Katalin meg Varga Judit kis ujjában több becsület van, mint az ellenzéki vezetőkben. Igen. Nem tudta ehhez a tiszta szemű influencerekhez, mert aki látta a pénteki tüntetés felszólalóit, azokat az őszinte nézéseket, még könycsepeket is Szabó Mártonnak, Mosvágy Zsoltnak, vagy bármelyik hölgy fellépőnek a szemében, akkor az teljes, annak, hogy mondjam, az érzetében teljesen egyértelműbe válik, hogy egy nézésében vagy egy szavában több becsület van, mint ennek a két hölgynek, akiket levettek a tábláról, annak a teljes életében és politikai pályafutásában.
És hogyha innen nézzük, akkor ma már egyre jobban kikristályosodik, hogy Orbán Viktor egy falnak tartja az ellenzéki pártokat, ami falat tud húzni és falat tud képezni a ténylegesen épülő elégedetlenek tömege és a Fidesz által kreált országrendszer között. Tehát ők az, akik meg tudják tartani azt a falat, vagy biztonsági hálót, amin minél nehezebb lesz átlépnie ezeknek az embereknek is. Egyébként, hogy előbb arról beszéltem, hogy a politikusok mennyire, az ellenzéki politikusok mennyire kockázatkerülő üzemmódban működnek, és a saját túlélésüket veszik számba. Most talán akaratukon kívül, de egy irtózatosan kockázatos vállalkozásba kezdtek én szerintem, mert azt hiszem, hogy ezt a most vasárnapi tüntetést, ami lesz a Kossuth téren a köztársasági elnökválasztás kapcsán, és amit a pártok szerveznek, azt talán még a múlt pénteki megmozdulás előtt kezdték el szervezni, de ezzel egy olyan kockázatot vállaltak magukra, amiben, ahol megvan annak az esélye vagy lehetősége, hogy megmutatkozik a tényleges súlyuk az ellenzéki közvéleményben. Hát szerintem a vasárnapi tüntetést érdemes lesz a múlt péntekihez hasonlítva figyelni és nézni, melyiken vannak többen, melyik tűnik hitelesebbnek, melyik szól azokról a témákról, amiről a mise után is, meg a mise után a kocsmába betérve is, és a mise után a kocsmában hazatérve a vasárnapi ebédlőasztalnál is beszélnek, vagy beszéltek az emberek még egy héttel ezelőttig, amíg a Fidesz nem próbálja meg ezt tenni. Jó, meg fogjuk látni, és vasárnap ugye a Partizán is fogja élőben közvetíteni a küntetést. És most akkor itt vagyunk, itt február vége felé, és ugye itt voltál nálunk kb. Majdnem egy évvel ezelőtt, ahogy beszélgettünk arról, hogy mi a teendő, mit tudna csinálni az ellenzék, hogyan állnak. Nézzük meg erről az adásról egy kis rövid összefoglalót, és így kezdjünk el beszélni, hogy hogyan állunk ehhez képest. Akkor nézzük meg ezt a bejátszót. Ugye ez az öt ember az, amit tudni kell róluk, hogy az Orbáni rendszernek tulajdonképpen, hogyha objektíven nézzük és a személyes életükre nézve, akkor nagyjából a legnagyobb nyertesei, hiszen 2010 óta országgyűlési képviselők minden alkalommal listáról bejutottak, minden alkalommal 4 évig elmondták, hogy most le fogjuk győzni, le fogjuk váltani a rendszert, minden alkalommal ezzel a vágyukkal elbuktak, és a következményeként maradtak tovább országgyűlési képviselők. Én meggyőződésem, hogy a kulcs az annak a néhány tízezer embernek a kezében van, akik nagyon dühösek, elégedetlenek a rendszerrel, és politikailag aktívak is. Például egyébként ezt a műsort is megnézik, és eljutottak idáig, hogy ezt hallgatják. De azt is tudom, hogy ezek az emberek nem tudják magukról, hogy ők mennyire fontosak, és azért nem tudják, mert amiről eddig beszéltünk politikai elitről, ők tudatosan lefolytják ezt a típusú információt, hiszen az ő státuszkójukat tudná egy ilyen típusú nyomás, egy ilyen típusú tömeg megváltoztatni. Az a kérdés, hogy örülünk-e, jó ez, hogy 1000 fős tüntetéseken veszünk részt, vagy szeretnénk 1 millió fős, meg több 100 000 fős tüntetéseken részt venni a választáshoz közeledve. Mert hogyha az utóbbi a válasz, akkor a saját politikai közösségével van mindenkinek dolga. És ez sokkal könnyebb egyébként, mint neki menni a Fidesznek. Ez egy megugorhatóbb akadály, mert alacsonyabb van a léc, alacsony a padló. Na, hát akkor mi változott? 2 héttel ezelőttig semmi. Vagy 3 héttel ezelőttig semmi, maximum, hogy mondjam, ilyen kognitív diszonancia szintjén azon reménykedhettünk volna, hogy a DK eléri a 4 mandátumot, mert akkor az 5 emberből, aki 2010 óta képviselő egy, hogyha jól sejtjük, akkor kimegy az Európai Parlamentbe. Ez Vadai Ágnes, akinek most... Vadai Ágnes, igen, és akkor már csak 4-en maradnának az ilyen létükből, de most ez nyilván a, hogy mondjam, ez a vicc része. Cinizmust félretéve nem történt semmi, de aztán ugye ez az ügy és a hozzá kapcsolódó a civil tüntetés, az nagyjából valamit felmutatott abból, hogy mi tudna lenni egy irány. Fontos kérdés az, hogy ez hogy fog tovább menni, akarnak-e tovább menni, vagy hogy mik lehetnek a lehetőségek. Amikor előbb, csak visszautalva még az előző blokkra, amikor beszéltünk arról, hogy mit lehetett volna csinálni, hogyha megvan az, hogy mi az üzenet, hogy kit kell támadni, ugye, és az erőforrásokról beszéltünk,
ne felejtjünk el egy fontos erőforrást, ami még ma is létezik az ellenzék oldaláról, és ami semennyire nincsen kihasználva. Pont a 2006 és 2019 példájáról beszéltünk. Szóval ma önkormányzatokban vezető pozícióban vannak ellenzéki polgármesterek, képviselőtestületi tagok, sőt, még egyébként ellenzékben is vannak, szóval gyakorlatilag minden nagyvárosban valamilyen típusú képviselete van az ellenzéknek. Ez semennyire nincsen kihasználva. Ebben az ügyben a következő lépés már hétfő kedden, még Orbán csütörtöki bejelentése előtt annak kellett volna lennie, hogy narratívát adok a fizetett képviselőimnek a vidékeken, és fölhívni a független képviselőket is, hogy csatlakozzanak, hogy nem tudom én, önkormányzati felhívás, nem támogatjuk a pedofiliakat, meg a pedofilmentést, kikérjük magunknak, nem vagyunk a... Tehát szóval valamilyen típusú felhívást, valami országos felhívássá csatornázni azt, ahol kellemetlen helyzetben hozzuk a fideszes polgármestereket is, és ami pedig az erőforrásokat illeti, egy normálisan működő politikai szervezetben azt hiszem, hogy egy köztársasági elnöknek egy ilyen döntése, egy alkotmányos válság, az morálisan is védhetővé teszi azt, hogyha kerületi médiában, nagyvárosi, megyejogú városi médiákban ez uralja a címlapokat és a közbeszédet, mert az a típusú polgármesteri fölfogás, hogy én bekerültem a pozícióba, mostantól kezdve én csak egy burokban élek, és csak ezeket az embereket képviselem, akik itt vannak, ez nem létezik, mert azok az ellenzéki szavazók, akik rászavaztak, azok nem 100%-ban nagyon fontos, és nyilván nagyon nagy részében az érdekli őket, hogy tiszta legyen az út, hogy föl legyen szedve a járda, de van egy bizonyos része az ő gondolatiságuknak is, amit érdekel az ország sorsa, és ez teljesen ki van hagyva. Én megnéztem a különböző kerületi és megyei jogú városoknak a lapjait február 10-től kezdődően, amik megjelentek és amik föllelhetőek, hát elszomorító. Címlapon sehol nincsen a köztársaság elnöknek, a köztársaság válságának a kérdése, és jó esetben valahol kis hírekben vagy egy-egy oldalon a maga tény közölve van. Olyannyira jár egy az agyunk, hogy én is elhoztam ma reggel, felfedeztem és megtaláltam az Új Buda című lapot, hogy én Új Budán lakom, és ez nekem van bedobva hozzám minden talán második, harmadik héten. Ezt február 14-én adta ki Új Buda önkormányzata, aminek az első oldalán valamilyen éjjel a MAFC bajnokságban van, a második oldalán gyermekegészségügyi centrum, harmadikában visszaváltás elmarad, negyedikében, ötödikében, mindegy, szóval egy szó nincs róla, én végiglapoztam, csak szeretném mondani neked, hogy ezt az újságot 80 ezer példányba nyomja ki az Új Budai önkormányzat, tehát 80 ezer lakásba kap valakit, és még egyszer, ugye kijött az elmúlt egy hétben, hogy a Fidesz 1100 milliárd forintot költött el propagandára az elmúlt 10 évben. 1300. Tehát egy elképesztő, felfogatlan összeget. Mindig azt mondja ilyenkor nekem mindenki, hogy akkor hát most ebben nem lehet mit csinálni. 80 ezer háztartásban lehetett volna azon túl eljutatni az ellenzék az üzenetét, hogy éljen a MAFC a bajnokságban, ami persze fontos, de talán lehet, hogy most ebben az időszakban lett volna már nála fontosabb. Szóval, hogy ezek a meglévő erőforrásainkat se képes az ellenzék kihasználni, és egyszerűen, amikor arról beszélünk, hogy ez miért van, akkor ugye az a fő állításunk, azt mondjuk, közösen tudok beszélni többes számba, hogy nincsen vezetője az ellenzéknek, nincsen az a fajta felelősség meg, ami azt mondaná, hogy igen, például egy ilyen helyzetben hátrébb kell kicsit lépnünk, át kell gondolnunk, hogy a közös cél érdekében mit kell tennünk, kiket kell előre küldenünk, kiket kell hátrább hozni. És azt jelenti, mit szeretnék mondani? Hát ez az, meg mindenkinek más az a közös cél, nincs megállapodás a közös célben, Bálint. Hát az látható a különböző politikai működés. Jó, játszunk egy játékot, mert mégiscsak azért egy kampányban vagyunk, és te kampányokkal foglalkozol, én is kampányokkal foglalkozok, és talán az jobban érdekli az embereket, hogyha ránézünk arra, hogy mi várható a következő 3,5 hónapban, ugye mégis egy EP választás, és hogy lesz egy helyhatósági választás, és ugyanazon a napon, és a részvevő pártoknak a stratégiáját nézzük, és hogy mi lennénk, mi ülnénk ott, te hogyan viselkednél, mit javasolnál, mit tanácsolnál ezeknek, még egyszer abban a zárójellel, és ez az én gondolatom is, hogy
hogy ha ezek az ellenzéki pártok egy asztalnál ülnének, és valóban tudomásuk lenne, vagy fel tudnák fogni, hogy milyen felelősség van a bálukon, akkor ez a játék, amit most fogunk játszani, ez igazából tártalan lenne, mert rájönnek arra, hogy amit csinálnak, az hát nem a országa, az őket képviselni kívánó embereknek az érdeke, de most zárójel bezárva. Kezdjük akkor ebből a játékkal, belemehetünk ebbe. Ha a Fidesznek a kampány stratégiájában, vagy kampány központjában dolgoznál, mit javasolnál, mi a teendő, mire kell figyelniük, mit kell csinálniuk? Ebben az esetben én benne vagyok ezekben a játékokban, de ezt szívesebben nézem inkább külső szemlélőként, és mondanám azt, hogy szerintem mik zajlanak a Fidesznek a war roomjában, kampány vagy stratégiai központjában, és hogy hol, szerintem az is érdekes, hogy melyik párt hol tart, melyik fázisában tart. Ugye a Fidesz gyakorlatilag tavaly lejátszotta magában 24-et, és most tegyük félre ezt a mostani botrányt, amit nyilván kezelni kell. Gyakorlatilag akkor megoldotta ezt a 24-es kérdést, amikor a választási törvényt módosította annak a tekintetében, hogy egy napra tette az Európai Parlament és az önkormányzati választásokat. Nála ott kezdődött ez a 24-es kampánynak a felkészülése. A stratégiai szobában az a pár ember, azt megelőzően megállapodott már a következő másfél vagy két évnek a menetrendjében, mert hogy tulajdonképpen a Fidesznek az EP választás a lényeg, ugye, mert mindegyik ilyen stratégiai szobában szerintem főleg, mikor két választás van egyszerre, akkor egyik legfontosabb eldöntendő kérdés, hogy mi a fontos? Az EP választása fontosabb, vagy az önkormányzati pozíció? Az önkormányzatok kapcsán valahogy úgy gondolkozhat szerintem Orbán Viktor és a Fidesz és az Orbán Viktor legszűkebb köréhez kapcsolódó kampányközpont, hogy mi tudunk adni egy központi üzenetet, és ti már kellően erősek kellett, hogy legyetek, meg tudjuk adni az adatbázist, a Kubatov listát, minden egyebet le tudjuk frissíteni, de ti kellően erősek kell, hogy legyetek, hogy azt megoldjátok helyben, megoldjátok magatok az önkormányzati kérdéseket, és azt letolja a helyi szintekre, furcsa mondani, de decentralizálja a Fidesz az önkormányzati feladatokat, és ők egyszerűen szerintem nekik, ami fontos, az egy minél nagyobb EP és győzelem, megmutatva, hogy csak ők vannak egyedül az országban is, egyébként kifelé az EP-n betöltött szerepe kapcsán is fontos, hogy minél több képviselőt küldjenek, és ugye ez az Isten haza család, no migration, no gender, no war típusú békepárti szlogennel, tehát egy ilyen unalomig űző szlogennel, teljesen könnyen végig tudják, vagy tudták volna húzni ezt az egész kampányt, nem lett volna más szükség, és utána technikailag a választókat elvinni a választás napján. Köszönöm, hogy betettétek ezt a táblázatot, mert szerintem ez egy fontos tábla, és amikor Bódi Matyi volt itt nálatok, akkor is láttam ezt. Választási földrajz szakértő. Választási földrajz szakértő, igen. Mit kell ezen látni, és miért fontos a Fidesz szempontjából? Ugye, hogyha megnézzük a részvételeket, akkor mi történt a 2019-es önkormányzati választásokon? Szerintem ez nem egyértelmű az emberek szemében, mert általában az országgyűlési választásokon az a visszamenőlegesen sokszor az történik, hogy a nagyvárosok, meg Budapest az, ami nagyon mobilissá válik. És ez a képzet van meg. De nem. De az önkormányzati választásokon azt látjuk, hogy most Budapestet kivéve, ahol 51%-os részvétel volt, a nagyvárosokból lecsorogva minél alacsonyabb szintre megyünk, minél kisebb településre, annál inkább növekszik a részvétel. Ennek egyébként van egy teljesen logikus oka, hogy azért mindenki a saját kis pozícióját tartja fontosnak már, aki ott képviselő szeretne lenni, vagy polgármester a saját kis településén, és egyébként akik ott élnek, azok személyes kapcsolatban vannak azokkal az emberekkel, akik ott polgármesterek, meg képviselői válnak, minden nap tudnak beszélni, jobban meg tudják mondani, hogy most gyere el, szavazzál le rám. Tehát van egy ilyen egyszerű technikai oka is, de ez azért fontos, mert hiszen pontosan tudjuk, hogy a Fidesznek hol vannak a szavazói, és hogyha egy önkormányzati részvételen húzzák fölfelé a részvételt minél alacsonyabb szint, vagy minél alacsonyabb lakosságszámú településeken, akkor az automatikusan a Fidesz EP listájának is a mobilizációját elősegíti, és ugye itt van egy másik kérdés, amit a Fidesz nagyon könnyen megoldott, hogy, és amivel viszont az ellenzék szerintem komoly bajban lesz, és megoldást kell rátalálnia, hogy lesz egy ilyen, hogy amikor majd bemennek júniusban a választási terembe
ahol szavaznak az állampolgárok, ott majd sorba fognak állni, és fognak kapni egy csomó lapot, 4-et, 5-öt, 6-ot. És a tetején valószínűleg ott lesz egy orientációs lap, ami az EP választásnak a lapja. Itt van az a logó, jó napot kívánok, alatta ott van a másik logó, a harmadik, negyedik logó, mindegyiknél, ezt kell csak húzni, igen, tudjuk. És ugye az egyszerű meg a bonyolult között mindig azért az egyszerűbbet könnyebb teljesíteni. Péter, a Fidesz szempontjából ennél a választásnál mi a győzelem és mi a relatív vereség szerinted? Összevonva a kettőt, az LP-t és az önkormányzati választást is. Mi számukra a győzelem, és mi számukra mondjuk... Az LP választáson biztos, hogy 50% fölé szeretnének kerülni. Uh-huh. A mandátum számokban, vagy a szavazat számokban? Is. Vagy is? Aha. Is, én szerintem. Erre érdemes figyelni. És önkormányzati szinten pedig szerintem kezelhető, de kudarcként lehet megélni, hogyha további pozíciókat veszítenek 19-hez képest. Tehát, hogyha nem tudják megtartani a pozíciót. Világos, és annyival kiegészítenek én, hogy minden megyejogú, minden megyei listán legyenek 50%-on, ahogy ugye voltak 19-ben is. Szerinted okulva 19-ből mennyire akarják visszaszerezni, vagy megtartani a megyejogú városokat a Fidesz központban? Mit gondolsz róla, hogy nekik ez jó-e, ahogy most van a helyzet, hogy az ellenzék pislákol valahol, de nem tud igazából rendszerbe rendeződni. Rossznak nem rossz, hiszen ezt 22 beárasztal, és meg bebizonyította, hogy így is tudnak együtt élni, sőt, ugye aki kormányzó pozícióba kerül, ott automatikusan jönnek elő azok a konfliktusok, ugye, amik egyébként láthatók is, hogyha nincs egy központilag kemény kézzel vezetett pártszervezet, pártstruktúra, és ezt sok helyen láthatjuk is, és ez a típusú inkompetencia, vagy a kormányzó képességnek a nem felmutatása, az még egyébként segíti is a... Nekem ez ugye régi mondatom, és sokszor mondtam már itt is el, hogy szerintem 19-ben ők vereségként élték ezt meg, de aztán egy két hét múlva rájöttek arra, hogy igazából ez teljesen jó. Oké, menjünk tovább. A Momentumról mit gondolsz? A Momentum stratégiái mire gondolnak? Hogyan, mit kéne csinálniuk? Mit csinálnak? A Momentum nagyon nagy bajban van. Az egyik legnagyobb bajban van, és ez tulajdonképpen a születés történetükhöz visszavezethető, vagy a olimpia utáni időszakhoz visszavezethető, mert ott nekik egy döntési pontjuk volt a olimpia után, hogy ők egy komoly országos néppártá akarnak-e válni, vagy pedig egy ilyen média pártá, amit nem tudom, egy ilyen liberális, ilyen belpesti pártá, és ők ez utóbbi úton indultak el a cselekvéseikkel, és ebbe mentek bele 18-ban, 19-ben, 22-ben, és ez viszont egy ilyen lejtőn indította el őket, és hogy ez odáig vezetett, hogy a generációjú föllázat ellene, újra mondom, lásd azt a tüntetést, amit a civilek szerveztek, vagy azok az influencerek, akik fölálltak, hiszen ezek egy generációba tartozóak. Olyannyira, hogy Hondi Edina ugye a Momentumból lépett ki. Így, tagja volt. És ugye itt a generációs kérdés megépül ugyanaz, amiről beszélek, hogy hol vannak a tiszta és jó emberek, és hol vannak az önérdekérvényesítő emberek, és valószínűleg az az érzet tud keltődni a generációban, hogy inkább a pártokban és pozíciókban lévők azok, akik inkább az önérdekeiket érvényesítik, és akik tisztán kiállnak valamilyen ügyértékében, azok, akik valami hosszabb távú jót akarnak az országnak. Mit csinálnál, hogyha megkérdeznek, mit kéne csinálni? Tehát, hogy mi az útjuk, vagy hogyan lehet ezt javítani, ezt egyébként tényleg valóban nem annyira jó pozíciót, ami most vannak? Ugye a három és fél hónap tekintetében két út van nyilván, vagy már hogy ebben a rövid időszakban mindenképpen szükséges lenne megtartaniuk az önkormányzati pozícióikat, vagy akár még növelni. Ugye ők sokat vesztettek, ugye sok kilépés volt, meg ugye átlépés, meg feldarálás, meg mindenféle, ugye már nagyon kevés van, lényegében Soproni Tamás maradt egyedül, és Momentumos színben lévő polgármester. És ugye az életükért küzdenek abból, hogyha nem jutnak be az EP-be, mert nem lesz egy darab EP mandátumuk sem, akkor gyakorlatilag a Momentum, mint párt egy hosszú vergődés elején, de a végjátékát fogja várhatóan megkezdeni. Mit tudom, hogy csinálnál neki? Úgyhogy ez a
veszteség minimalizálásnak a stratégiája, de mindenképpen minden erővel szükséges azt megtennie, hogy LP mandátumot szerezzen a Momentum, úgyhogy ebből a szempontból az LP választást lenne muszáj megtennem fontosnak és mindenképpen megugrandónak, és el kellene kezdenem keresni, hogy hogyan tudom én ezt a generációt behúzni magam alá, és ne az MKKP legyen ez, és ehhez is valószínűleg azt a stratégiai döntést kellene meghozni, hogy a mostani LP képviselők, akik vágyják a további munkájukat az LP-ben, vissza tudjanak lépni, és ezáltal gesztus gyakoroljanak elfelé a civil társadalom felé, hogy mondjuk hát ez már, hogy behúznak egy olyan listát. Igen, de most azt kérdezed, hogy én mit tenni? Mert ugye valahol ennek a civil világnak és a politikai világnak össze fog kelleni találkoznia. Most egy olyan sakjátékot játszunk, amiben a végjáték kezdődött meg bizonyos szempontból. Ez egy hosszú, én nem azt mondom, hogy ez egy-két hónap alatt, vagy egy-két év alatt fog lezajlani, de tulajdonképpen egy hosszú játéknak az utolsó, szerintem éveit játsszuk már, ez, és itt most csak az ellenzékről beszélek, a Fidesz rendszeréről beszélek. Mert hogy valamikor valakinek áldozatot kell vállalnia, vezér áldozatot fog kelleni vállalni. Mert a civilek látható, hogy nekik megvan az egyértelmű iránymutatásuk, hogy nem tudják vállalni a közösséget. De most nem csak a civilekről beszélek, mert itt szerintem milliós nagyságrendű választói bázisról is beszélek, bocsánat, hogy nem szeretném leszűkíteni 9 szervezőre, vagy 100 000, vagy 150 ezer aktívan tüntetésen résztvevőre, mert itt egy milliós táborról beszélünk. És ugye itt az a kérdés, hogy ki az, aki nagyobb felelősséggel bír. Hivatásos politikus, vagy az országért tenni akaró jó szándékú ember. És ez teljesen egyértelmű képlet, hogy itt valamikor majd a hivatásos politikusnak kell gesztust gyakorolnia. Hát ez neked egyértelmű, őknek biztos, hogy ebben vannak, de ha már itt a hivatásos politikusokról beszélünk, hogyha a DK hogyan áll ebben a politikai helyzetben, róluk mit gondolsz? Ők hogyan állnak ebbe a versenybe, különös tekintettel abba, hogy ugye Gyurcsány Ferenc ebbe a stúdióban, nem ebbe, hanem itt a mellettünk lévőben mondta, hogy fog állni majd a DK egy évvel később, ugye ez egy évvel ezelőtt volt, meghatározó domináns párt lesz 20% fölötti teljesítménnyel, ajánlattal és komoly társadalmi bázissal. Ez szerinted hogyan néz ki most? Illetve, hogy neki mi lehet a célja, mi az ő politikai krédója ebbe a választásban? Most a DK fejével gondolkozva így teszem, a DK-nak kettős célja van, és ez a DK-t is minősíti, hogy erről beszélgetünk itt, és valószínűleg ez így is van, mert hogy ők technikai értelemben, vagy abban a nyersesség értelmében a leginkább közel vannak a Fideszhez, tehát ők azok, akik technikailag kezelik a politikát, hatalom technikailag, a hatalom a pozíció megszerzésében, tehát hogyha mondjuk... Pártként működnek. Oké, de mégiscsak, szóval, hogy kevés mögötte az a típusú országért érzett felelősség, ami... Ezt miből gondolod? Hát egyszerűen abból, hogy 14 éve ezt látjuk, hogy amikor elmegy, vagy azt halljuk, meg ezt tapasztaljuk is, hogy amikor elmegy tárgyalni egy DK-s delegáció, akkor biztos, hogy nem az ország jövőjének a sorsa, hanem a pozícióknak a kiosztásának a száma az, ami a problémákat okozza egy megállapodásban. De a DK-nak, szóval visszatérve, a DK-nak kettős a feladata a tekintetben, hogy gyalulnia kell bármilyen csúnyán is. Domináns párt akar. Gyalulnia kell az összes többi pártot, a DK akkor lenne a legboldogabb, hogyha 22-es összefogás pártjai közül egyedülként érni el az 5%-ot, és jutna be az EP-be, mert akkor elő tudná adni azt a szerepet, hogy ezen a párt struktúrán belül én vagyok az egyedüli, mindenki jöjjön körém, és el tudná kezdeni ezt a centralizációt. Mint az ellenzék vezető pártja. Mint az ellenzéki pártoknak a vezető pártja. Igen, bocsáss meg, hogy
ezt így vitakozom bele, de ugye az ő szempontjukból, amikor Gyurcsány Ferenc nézi a saját eredményét, akkor ő azt látja, hogy egy ilyen stratégiai asztalnál ülne, hogy 2011-ben, amikor kilépett az MSZP-ből, akkor állt valahogy 0%-on, és most meg áll 17-18%-on. Ez egy folyamatosan növekvő sikertörténet az ő szempontjukból, hogy miért lépne, vagy miért gondolná azt, hogy ő rossz úton jár, vagy miért azt gondolná, hogy az ő útja azért, amit te is mondasz, egy sakkjátszma, aminek most már éppen nem tudom, hogy a hatodik lépésénél tartanak, és a következő lépés az a domináns párttá válás. Hogy az ő szempontjából, az ő gondolkodásában miért nem ez az út a sikerhez? Ha engem kérdezel, akkor azért, mert ennek több akadály is van, például biológia is, mert hogyha ilyen ütemben halad, akkor mondjuk 132 éves korára lesz az, hogy körülbelül eléri azt, hogy a Fidesszel szemben egy többséget tud szerezni. És ez, szerintem ez unalmas játék, de értem a fölvetést, és értem ezt a típusú logikát, szóval nem vagyok naív, meg én is látom a politikának azt a típusú szükségét, hogy pozíciót kell szerezni. Csak ugye ennek a nyersessége az láthatóan nem találkozik a szavazótábornak az igényével. Szóval ez most már egy átlátszóvá válik, de minden esetre a DK-nak a feladata az, hogy minél több pozíciót szerezzen. Önkormányzatokban, EP-ben is nyilván egy erős EP kampányt fognak csinálni, Dobrev Klára vezetésével, aki a DK narratívája szerint egy jól kampányoló valaki, és egy jól kampányolni képes ember is el fogja menni járni a vidéket. Itt a Fidesz-el ellentétben kevésbé lesznek cserben hagyva az önkormányzati kampányban résztvevők, hanem itt a Dobrev Klára, a DK-s polgármesteri jelöltekhez, önkormányzati képviselőjelöltekhez el fog menni, és ott fog majd országot járni, és ott fogja a szavazó bázisát növelni. Beszéljünk még gyorsan a két nem a hat párt ellenzékben lévő, de úgy tűnik, hogy sikeres, vagy sikerre ítélt pártról, a Kutyapártról, meg a Mi Hazánkról. Róluk mit gondolsz? Mi az ő stratégiájuk? Hogyan kell nekik előre menniük ebbe a három hónapban? Jó, kezdjük a Mi Hazánkkal, ha lehet. Jó, és én ott kérnék is egy jokert, mert szóval, hogy itt most hangosan gondolkozunk, nem nálunk van a bölcsek köve, de mégiscsak még egy minimális szikrájt is szeretném elkerülni annak, hogy egy új fasiszta pártnak bármilyen előnyt adjak azzal, hogyha csak egyetlen szikrája van a gondolatában annak, hogy segítsem, de az biztos, hogy még a köztársaság elnöki botrány nekik kellene, hogy a legtöbbet hozza, segítsen, hiszen azt a választói csoportot nagyon nehezen látom, aki elkezdte szégyelni a Fideszt, ezért lemorzsolódik, és onnan egyből az az első gondolat, hogy Gyurcsány Ferenchez megy. A Mi Hazánkhoz kellene elvileg mennie, a bizonytalanokon túlmenne, tehát a bizonytalanokat átlépve, vagy egy bizonytalan táborba belelépve, onnan a Mi Hazánkhoz kellene menni, és azt kell mondanom, egyébként a Mi Hazánknak a technikai kampányait figyelve, most a tartalmáról arról ne beszéljünk, de szerintem a Mi Hazánk egyébként csinálja azt, amit egy ilyen típusú pártnak csinálnia kell. Nagyon erős üzenetekkel, nagyon egyértelmű üzenetekkel kampányol olyan felületeken, ahol megtalálja a szavazóit, és el tud indulni. Vitába szállnék veled, és nem azért, mert nem gondolom Novák előre, vagy Torockai Lászlóra, mit te, de a szavazóira viszont nem ezt gondolom. Én nem azt gondolom, hogy azok az emberek, akik a Mi Hazánkra szavaznak, egy nagy részük, nem hívnám újfasisztáknak, egyszerűen olyan emberek, akiknek a nagy része szerintem így a, hát azért jobb hiány szavazza a Mi Hazánkra, mert abban látja az erőt a képviseletükre való... Ne érts félre, ebben egyetértés van közöttünk. És én is azt gondolom, hogy és egyszerűen lenne elintézni őket arra, hogy ők új fasiszták, most ezt nem csak neked szól, általánosan is, mert kell vele foglalkozni. És én azt gondolom, hogy a Novák ügy, és ugye ebben egyetetek veled, a Novák ügy, és főleg aztán a Magyar Péter ügy, ha lehet így mondani, a legjobban az ő memukra hajtja a vizet. És ők konzekvens álláspontot képviselnek ebbe, tetszik vagy nem tetszik, az egy másik kérdés, de az egész pedofiliával kapcsolatos kérdésben nekik van egy mondásuk már régóta, ami nekem nyilván nem az én hozzám legközelebb álló, és valahol nagyon egy ilyen, hát azt viszont az újfasisztával tudnám leírni, hogy miket javasolnak, de egyébként mondanak valamit. Bocs, Bálint, kérdezhetek tőled, akkor persze. Most, hogy te is lépjél bele ebbe a szerepbe. Hogyha ugye itt két út van megállítani a Fidesznek a majdani gyermekvédelmi törvényét. Igen.
vagy be kellett volna előzni, és egy annyira súlyos, erős állítással menni, ami nem tudja a Fidesz, amit nem tud a Fidesz se megszavazni, se túllicitálni, mondjuk kémiai kasztrálás kérdése, vagy pedig engedni, hogy a Fidesz narratívája jöjjön be, és össze legyen mosva mondjuk az LMBTQ-val, meg a gender kérdéssel, a pedofilia kérdése. Melyik a jobb megoldás? Ja, hát igen. Melyik a jobb megoldás? Szerinte stratégaként akkor melyik a jobb megoldás? Bevállalni ezt az egyébként nagyon számunkra nyilvánvalóan nem komfortos és vállalhatatlan dolgot, de ezzel megpróbálni megmenteni azokat az embereket, akik támadva érzik magukat jogtalanul a Fidesz propagandája által, vagy pedig elengedni az ő kezüket is. Illetve, hogyha meg egy harmadik megoldást, és annyiban mondjam, szerencsés vagyok, hogy ezt mondtam is itt a Partizánban, hogy egy olyan jelöltet jelölni például az ellenzéknek közösen, aki tényleg szimbolizálja azt, hogy miért más az ellenzék gondolkodása a gyermekvédelemről, miért más a felelősségről alkotott véleménye, és egy jelöltbe, egy hölgybe szimbolikusan megmutatni, hogy mi a különbség az ellenzéki gondolkodás és a Fidesz gondolkodás között. Valami hasonlóról beszéltünk arról, amikor azt mondtuk, hogy egy ilyen EP-listát kellene állítani. Valami hasonló, tehát a szimbolikus térbe vinni. Nyilvánvalóan egy magát, hogy mondjam, az európai értékekhez, vagy akár a magyar jogfejlődéshez kötő párt a kémiai kasztrációt, mint kérdést nem tudja a zászlajára tűzni. Egyszerűen most nem is megyek bele, nem csak morális, hanem a jogi részében sem. Abban, hogy hogy Orbán Viktor megássa majd a csapdát az ellenzéknek, az ugye meg mindig egy szokásos menete. Ebből kell szerintem ilyen szempontból kilépni. A te általad javasolt EP-lista az hasonló, az én általam javasolt szimbolikus tér is hasonló, de valahogy ugye elemelkedni ebből az egész parlamenti kérdésből. Bocsánat, akkor még utolsóként még a kutyapártról még kicsit beszéljünk, hogy a kutyapárt, ugye amikor a kutyapártról gondolkodunk, akkor azt látjuk, hogy elmúlt két hétben, hát én olyan sok mindent nem hallottam róluk, de lehet, hogy te igen, és az elmúlt egy hónapban ugye nekik is volt egy ilyen EP listavezető megnevezésük, ugye Le Marietta lett az első számú, ugye Törlei Katalin lett a második számú jelöltjük, ami ugye egy ilyen kampánylépés volt. Mit gondolsz az ő cselekvésükről, az ő felelősségükről és az ő lehetőségükről? Ugye sokszor beszélgettünk itt is arról, hogy azért a kutyapártra az jellemző, hogy mindig nagy elánnal megy bele egy kampányba, és valahogy aztán a saját lábába elbotlik valahol a kampány valamelyik szakaszába, aztán ezt vettünk vele 22-be is, de aztán ezt vettünk vele 19-be is. Most hogy állnak? Illetve az, amit mondtál, és amit látunk ugye minden számból, hogy a bizonytalannak aránya óriás, talán sose látott mértékű, ebből ők mennyit tudnak profitálni, mennyire képesek az ő eredményük befolyásolni ezt az ellenzéki versenyt? Ugye itt is az az első számú kérdés, hogy mi a fókusz, az EP választás, vagy az önkormányzati választás a kutyapártnak mi a fontosabb? Papíron és a kutyapártnak a fejlődés történetét ismerve, az önkormányzati választás az, ami ugye ez az emberekhez közellevés, ott a helyben cselekvésnek a művészete, amit ők elkezdtek és csinálnak. Szóval papíron nekik az önkormányzati választás kellene, hogy fontosabb legyen, jussunk be önkormányzati helyekre, ott csináljunk olyan dolgokat, amik a korrupció kapcsán vannak, csináljunk vicces dolgokat, fessünk le padokat, és csináljuk azt képviselői pozícióból is azt, amit eddig tettünk, de szerintem a helyzet most teljesen más, pontosan annak a felvezetésnek a kapcsán, amit te mondtál, és ebben a kutyapártnak egy akkora felelőssége van, amit én azt hiszem, hogy nem érez, hogy ezt meg tudja ragadni. Hogyha én lennék a kutyapárt stratégája, disclaimer, nem vagyok, oligarchája vagyok, vagy nem tudom, minek hívják magukat, akik nem tudom, pár ezer forintot küldenek nekik havonta, amelynek én a tagja vagyok, de ez nem egy nagy titok, jobb hiány. De hogy az EP választás az, ami most szerintem fókuszba kellene tennie a kutyapártnak, és hogyha engem kérdezne bárki, akkor azt mondanám, hogy egy ilyen nagyon pártellenes fuck you kampánnyal neki menni az egész rendszernek, pontosan ezek miatt, a bizonytalanok miatt, és hát ne felejtsük el, sokat szor térünk vissza erre a civil tüntetésre, annak a civil tüntetésnek szerintem, hogy ott egy közönyi kutatást csináltunk volna, annak a 60-70% az valamilyen kutyapártihoz közel álló, vagy kutyapárti szavazó lenne, hát abból egy komoly szám jön ki, és amiről az előző itt létemkor és a bejátszó, amiről szólt, hogy itt van az tömeg, aki aktivistává
tud aktivizálódni, akit be lehet vonni. És ugye a kutyapártnak egy másik tartalmi kérdésben is kellett egy döntést hoznia, hogyha jól értem, hogy ők megmaradnak egy ilyen vicces pártnak, és azt erősítik, vagy pedig elkezdenek komoly pártoskodni. És én úgy látom, hogy ők abban a komoly pártoskodási irányba mennek, lesznek önkormányzati képviselőink, azokat akkor azok tudnak azért pénzt kapni, és akkor majd csinálunk komoly dolgokat, miközben szerintem tökre lehetett volna máshogy is, mert hogy azok a bizonytalanok, azok valószínűleg jobb hiány már kínjukban is röhögnek, és egy szelep nekik az, hogyha valami viccesebbre veszük, egyfelől egy, nyilván egy ilyen mindenkinek bemutatós kampány, de másrésztről, ami nekem minden, ugye a kutyapártnak a másik nagy örök kérdése, hogy hogy jut le a szavazói szintre, mert nyilván ez egy nagyvárosi párt, hogy tud elmenni vidékre, de ugye volt egy, szerintem, hogyha kutyapártról nagyjából egy dolog jut, vagy kettő dolog jut mindenkinek eszébe, az ingyen sör. Én értem, hogy ez hülyén hangzik, meg kis ujj eltartva beszélgettünk róla a krumpli osztásról, meg nem tudom miről, de szerintem a kétfalkú kutyapártnak kifejezetten jól tudna állni, hogyha a választás hetében elmenne minden településre, és ott ingyen sört osztogatna a kocsmárosra. És ez nem arról szól, hogy ingyen sört adok, szeretném megértetni, hanem ez az előtte lévő előkészületekről, erről szól a szervezetépítés, mert ez arról szól, hogy előtte végig kéne járnom ezeket az összes településeket, bemenni a kocsmába, megkérdezni a kocsmáros bácsit vagy nénit, hogy jó napot kívánok, zavarná-e, hogyha itt mi június 3-án ide kiállnánk egy, nem tudom, szerencsekerékkel, és meghívnánk 10 embert, és magának adnánk 10-szer 800 forintot egy sörre. Már van egy kapcsolatfelvétel, oda kéne menni, tehát innen kezdődik a hálózatosodás, és innen indítanék egy olyan kampányt, aminek a vége az, hogy a választás napján, vagy a választáshoz közeledően még egyszer ott vagyok helyben, és fölépítem magam, mert a kutyapártnak egy régi problémája az, hogy nagyon szimpatikus sokaknak, nagyon jól néz ki, még a számok is jól mutatnak, de mindig alul teljesít a választáson, mert a legeslegnehezebb feladatot azt nem tudja megugrani vasárnap, fölállítani a fotelból az embereket, és elvinni. És ez pedig ehhez szükséges a professzionalizálódása a kutyapártnak. Csak a rendkedvéért azért nem beszélünk az LMP-ről, vagy a néppártjánról, mozgalomról, mert én azt gondolom, hogy ők támogatásban is hát alacsonyak vannak egyezve, kettő pedig ugye egyből is látszik, hogy az LMP is valamilyen szatellitpártként képzeli el magát a DK, vagy a Fidesz, vagy a DK és a Fidesz környékén. A másik ugye, hogy amit említettél, hogy ki hogyan szavazna, én azt gondolom, hogy a második reformkor pártnak azért van képviselete ebben, például ebben a tömegben, ahol akik ott tüntetnek, hogy ez majd ki fog derülni. Egy utolsó gondolat, mert már az időnk lassan lejár. Én az, amit mondtál nekem, ez nagyon megfogott. Mi lett volna akkor, hogyha a Fidesz kapja ezt az ügyet, tehát hogy eljátszva kicsit ebben, én azt gondolom, hogy amit elkezdtél ott feszegetni, hogy milyen hát ilyen hálóban lehet ezt a történetet kötni, ők már réges-régen erről beszélnének, és réges-régen ezt próbálnák feltárni, és kihozni belőle a maximumot. Ugye az történik ilyenkor a magyar nyilvánosságban, és még egyszer egy különleges nyilvánosság, még egyszer nem tudom már százszor elmondani, mert ilyenkor mindig jönnek a nézők, kommentelők, és mondják, hogy én miről beszélek, hát ebben a világban nem lehet semmit csinálni, ugye a 80 000-es példányszám, most csak így hoztam én illusztráció, de csak például többek között ezért. De, bocsánat, de ezt ne zárjuk le ennyivel, itt a háztartásoknak a 30-40%-ába jutnak el ezek az ingyenes lapok, csak azokon a településeken, ahol a hogyha azokat a településeket nézzük, ahol ellenzéki abszolút, vezetésű... Abszolút. De ugye az látszik, hogyha a Fideszen múlik, ez az ügy véget ér. Persze. Ha az ellenzéken múlik, akkor nyilván nem érne véget, de valahogy úgy látom, hogy azokat, amit meg kell ilyenkor tenni lépéseket, ezeket nem tették meg. Egyszerűen és nem azért, mert nem csak azért, mert nincsen médiájuk hozzá, mert ugye valamennyire van, hanem azért is, mert nincsen közös akarat erre. És egy másodperc, csak egy tényleg utolsóként kitérve a Magyar Péter ügyre. Én vele nem akarok igazából érdemben foglalkozni, mert szerintem nem a része a mi elemzésünknek, kivéve akkor persze, hogyha ő valamilyen pártosodásba képzeli el a jövőjét. Én azt gondolom, hogy az ő fellépése, és akkor ebből egy ilyen, most a morális részét kihagyva, most a politikai részét elemezve, mindenképpen árt a Fidesznek, hogy ez mennyire árt, 1-2%-ot morzsol le belőle, vagy 2-3%-ot, ez egy másik kérdés, de azért azt látni kell, hogy az ő mondatai, meg az ő hozzáállásának van impaktja a Fidesz táboron nézve. Korán sem akkora,
korán sem akkora, mint ezt egyesek szeretnék beleképzelni, korán sem akkora, mint amennyikor a lájkolói vannak a Facebookon, korán sem akkora, amennyire ilyenkor a egyébként önmagát ellenzékének mondó tábor szeretné látni, mint egy ilyen hőst, aki kiábrándult a Fideszbe. Ugye sok ilyen kiábrándultunk van már az elmúlt 14 évben, aztán mégis a végén kétharmad lesz, de mégis azért annyiban kell vele foglalkozni, hogy mint politikai kampány szempontjából egy jelenség, és ami a Fideszt gyengíti, azért az mégiscsak az érdekes lett az ellenzék számára. Pár mondatban mit gondolsz a Magyar Péter jelenségről? Van-e neki kampány értéke ebben a három hónapban, ami most előttünk van? Először is látom az ellenzéki politikusoknak is a fanfárjait némelyek, akik azt mondják, hogy nagyon becsülik Magyar Pétert, és elfelejtenek egy fél mondatot elé tenni, hogy megvetik az eddigi 20 éves munkásságát, vagy 15 éves munkásságát. Szerintem ez egy fontos tétel, akárhogy is most, és hogy nem tudjuk az igazi történetét, hogy mi ebben a bátorság, vagy mi nem bátorság, de én nem tartom annyira a Fideszre nézve veszélyesnek, mert pontosan a propaganda, meg az a megépülő narratíva, amit a Fidesz tábornok el fognak tudni adni Magyar Péter kapcsán, azt szerintem fogja tudni hitelteleníteni annyira, hogy betolják ebbe az ellenzéki szerepkörbe. De azért itt ebben, hogyha az elmúlt 10 évet látjuk, azért itt már volt a Fideszből kiábrándult, volt miniszter, volt államtitkár, volt legjobb barát. Alkalmazott, voltak önkormányzati képviselők, volt legjobb barát és pénzcsap. Tehát ezek funkcióban és pozícióban lévő emberek voltak, kormánytagok voltak, Pálinkás József az első Orbán kormánytagjaként, Ángyán József. Tehát itt voltak olyan kormánytagok, akik nagyon keményen nekimentek a későbbi Fidesz rendszereknek. Én azt gondolnám, hogy az nagyon nagy probléma a Fidesz működésére nézve, hogyha egy kormánytag férje vagy felesége rendelkezne olyan információval, ami komolyan ártani tud, vagy szóval ami komolyan meg tudja bontani a Fideszt. Én nem azt gondolom, hogy az információ azok ilyen földrengető, vagy ilyen a Simicska féle atombombák, bár lehet, hogy a végén erre fogunk elmenni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember ez a dolog eljutott, és olyan Fidesz szavazókhoz, akik egyébként hithű orbánisták, és azt a fajta érzetet erősítik, hogy valami azért nincs rendben a rendszerrel, a tiborcok, mészárosok világában, hogy ez annyira elége, hogy csak van egy ilyen belső erjedés, vagy egy belső morgás, vagy egy szelep kieresztés, vagy egy ilyen beszélgetésnek az elindítása, ezt nem tudom. De mindenképpen azt gondolom, hogy van hatása. A nagyságát, és erre mindenkit mondani, a nagyságát azért nagyon-nagyon-nagyon csökkenteném, és aki ebben látja az elkövetkező forradalomnak az új szereplőjét, abban azért úgy, hogy mondjam, nekem van azért kétségem, de minden esetre az látszik, hogy ebben a három hónapban ő azért a Fidesznek okozhat nem is óriási, de azért kis gondokat. Egyelőre nem látom azt, hogy olyan kényszerhelyzet alakulna, hogy mondjuk Orbán Viktornak Rogán Antalt is le kelljen vennie a terepről egy nap alatt úgy, ahogy Novák Katalint vagy Varga Juditot vette. A mostani, az eddigi mozgásokból inkább látom azt, hogy egyel nő a kiábrándult fideszesek tábora, és akkor alakul tovább egy ilyen Márki-Zay, Magyar Péter, Pálinkás József féle valamilyen típusú lista, amit már megszoktunk, és 2022-ben is ismertünk, megmondtunk, de nyilván ezt nem tudjuk, hogy merre vezet ez a Magyar Péter irány. Köszönöm, Péter, hogy itt voltál velünk. Ez volt a Vétó 20. jubileumi adása. A jövő héten csütörtökön Szikla Dorottyával fogunk beszélgetni a Fidesz kormány szociálpolitikájáról, illetve a támogatási rendszeréről. Arra próbálok választ kapni, hogy miért a legszegényebb településeken a legerősebb a Fidesz. Ha tetszett az adás, kérlek, iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, illetve kövessétek a Vétó podcast csatornáját is. Ha van hozzánk bármi kérdésetek, írjatok mailt a vétó@partizanmedia.hu mail címre. Köszönöm, hogy velünk voltatok!